A Dunaszerdahelyi Kórházban 2019-ben a legtöbb szülés márciusban, augusztusban és szeptemberben volt. 472 fiú és 457 lány látta meg itt a napvilágot. 4 ikerszülésünk volt, abból 3 ikerpár lány, 1 pedig fiú. A császármetszések száma 355 volt, összességében 30% a született gyermekek száma. Tartjuk úgy gondolom azt az átlagot, ami Szlovákiára nagyjából jellemző. A szülészet és az újszülött osztály minden évben nyílt napot tart, amely során az érdeklődők megtekinthetik a szülőszobákat és az osztályt. Emellett szülésfelkészítő tanfolyamot is tartanak. Ezzel a lehetőséggel egyre több kismama él. A Dunaszerdahelyi szülészet a 2018-ban kivívott megyei elsőséget tavaly is megőrizte. Nagyszombat megyében Dunaszerdahely kapta a legtöbb pozitív választ, ami a szülészetet illeti, illetve az ellátást az anyukáknál a születések után, tehát nagyon meg voltak elégedve. Van a várandóság alatt egyfajta felkészülési terv. Abban tavaly 145 anyuka vett részt, illetve ez a gondoskodás nem csak a várandóság ideje alatt, hanem még utána is érvényes. A Dunaszerdahelyi Kórház szülészetén idén februártól egy új lehetőséget kínálnak, ugyanis bevezették az orvosválasztást. A kismamák a szülészeten dolgozó orvosok közül választhatnak, hogy kinél szeretnének szülni. Ez a szolgáltatás viszont fizetős.